Díjkiosztó ünnepséggel egybekötött évzáró irodalmi estet tartott múlt szombaton az Erdély Magyar Írók Ligája Kolozsvár egyik népszerű művész kávézójában. Most következő kis riportunkban röviden beszámolunk erről az eseményről, majd megszólaltatjuk az Emil két idei díjazottját. Kedves nézőink, én már a búcsúzom, de ne felejtsék, hogy az Erdély Figyelő magazin műsorai várják Önöket minden délután 4 és 5 óra között. Kultúra újból egy hét múlva lesz, a viszontlátásra. 13. alkalommal díjazza az épp lezárulóban levő irodalmi év könyvtermését az Erdélyi Magyar Írók Ligája. A szervezet választmánya és Méhes György örökösei döntésének értelmében az idén Méhes György nagydíjban részesült Nagy Koppány Zsolt Nem kell vala megvénülnöd 2.0 című a budapesti Magvető kiadónál megjelent regényéért. A Méhes György debütdíjat pedig Dimény Haszman Árpád nyerte el a Sétatér Kulturális Egyesület gondozásában megjelent Apatológia című verses kötetével. A rendkívüli irodalmi est keretében mindkét díjazottal László Noémi költő, az Emil hamarosan leköszönő elnöke beszélgetett. Ugye minden költőnek az az álma, hogy a verses kötetére fölfigyeljen egy olyan plénum, egy olyan fórum, amely divatot diktál. És ez most megtörtént. Bizonyára, tehát ezt nem is tudom szavakba önteni, hogy ez a fórum mit jelent nekem. Tehát én már nagyon rég, úgymond tagja vagyok az Emilnek, de nem voltam tulajdonképpeni tagja, mert úgy van a jogszabályzatban, hogy csak az lehet tulajdonképpen. Én csak ilyen pártoló tagja voltam a szervezetnek, ami nagyon a szívemhez nőtt, tehát itt mindenki barát, mindenki. Tehát olyan, mint egy nagy testvérekből álló, mint egy nagy család, ahhoz is hasonlítanám. És az, hogy bekerülhettem az Emil tagjaként, hát az volt az első feltétele, hogy megszülessen a kötet, amire már nagyon régóta várok és várnak az engem figyelők is. És hogy ez a szervezet megelőlegezett ezzel a bizalommal, hogy nekem adja a Méhes György debütdíjat, az mindenképpen, tehát nem is tudom elmondani, hogy mekkora megtiszteltetés számomra, és hogy milyen fontos nekem ez, hogy itt lehetek ma este. Milyen munka áll a kötet mögött? Mennyit készültél arra, hogy ez létrejöjjön, és hogy te meg vagy-e elégedve vele? Hát a kötet anyaga tulajdonképpen 2 év alatt született meg, de a készülődés az sokkal-sokkal hosszabb, mert annak idején a 96-ban még végzős diákként, ilyen irodalmi kreativitási versenyekként becsöppentem ebbe a közegbe. Orbán János Dénes volt az első felkarolóm, akkor utána átkerültem Fekete Vince szárnyai alá, és már akkoriban nagyon sok versem jelent meg az erdélyi irodalmi lapokban, de valahogy úgy alakult az életem, a magánéleti része, a munkahely, hogy egyszer csak megszakadt minden. Tehát nem kell mondjam a médiában dolgozóknak, hogy milyen, én is egy napilaphoz kerültem, és ott a napilapi rutin olyan szinten működött, hogy úgy érzem, hogy ott írtam ki magam, nem volt időm az, hogy irodalommal, versekkel foglalkozzak. Csak 3 évvel ezelőtt vezetőszerkesztő lettem, akkor már megváltozott ugye a munka, már nem a terepezésről, nem az újságírásról szólt, szerkesztőknek másabb a dolga. Akkor úgy látszik, hogy ez a vírus, amit elkaptam annak idején, akkor megint kiütközött, és akkor történnek az ember magánéletében is olyan dolgok, amik úgy kihozzák ezt a dolgokat, muszáj volt megírjam. Tehát azt mondanám erről a kötetről, hogy ez egy ilyen terápia volt a számomra. Nagyon sok mindent beleírtam, amit úgy valószínűleg nem tudnák elmondani, mert én egy ilyen típus vagyok, hogy inkább kiírom magamból a gondokat, bajokat, és nem csak azokat, hanem mindenféle érzelmet, szépséget, a jót is. Tehát ezt próbáltam belefoglalni ebbe a kötetbe. Melyek azok a témák, amelyek úgy neked úgy visszatérő témáid, amelyek úgy jellemeznének téged? Tehát, hogyha azt mondjuk, hogy Dimény Haszman Árpád, akkor mi jut erről eszünkbe, miután elolvassuk ezt a kötetet, és az összes többit, ami következni fog? Nagyon jól a szerkesztőmnek, az Érdemeg Állatillának az, hogy 3 ciklusban, hogy ő összeválogatta ezt az apatológia kötetet. Már a címe árulkodó, ez egy ilyen általam kitalált szó, az apa és a patológia, szavakot vontam össze. Ugye
már mint említettem, hogy történt az életemben valamit, elveszettem édesapámot, ez volt az egyik ilyen indító, ami bennem kirobbantotta ezt az egész lelki állapotot, amit muszáj volt kiírnom, de nem csak erről szól, tehát ez egy ciklusban bontakozik ki, ez az egész belső harc, ami bennem volt, a halál téma. Nagyon sok magánéleti vers, szerelmes versek, és az utolsó ciklus, ami nagyon közel áll a szívemhez, azok ilyen képzeletbeli levelek, amik apám levelei néven futnak, és azt beleképzeltem magam a szüleim helyzetébe, és egy ilyen verses levelezés van leírva, ami azok a leveleket, mintha apám írta volna édesanyámnak. Ezek vannak ebbe a kötetbe, és természetesen most dolgozok egy szintén ilyen leveles téma, de visszamegyek az első világháború, most ugye centenárium is volt, meg nagyon sokat foglalkoztatott a téma, és világháborús naplókat, meg levelezéseket olvasgattam, és akkor abból született az ötlet, hogy jó lenne egy ilyen, szintén ilyen fiktív levelek alapján leírni azokat a történeteket, amiket én olvastam, meg amik ezek a naplókban leíródtak. Ez az, ami most úgy inkább foglalkoztat, de persze ezen kívül csak úgy mindenről írok én is, általában mindenki más. Melyek azok a versformák, amelyek közel állnak hozzád? Miben fejezed ki magad a legjobban? Időmértékestől szabad versig, rímestől rimtelenig, rövidtől hosszúig. Hogy állsz ezzel? Hát mint minden szakmabeli, én is kipróbáltam mindenféle formát. Persze van, ami közelebb áll. Igazából úgy látom, hogy a szabad vers az, ami úgy nagyobb teret biztosít nekem. Tehát nagyon imádom én egyébként a rímes verseket is, de sokszor úgy érzem, hogy a rímes versekben nem jön ugyanaz át, mint ami ezekben az. Ezért is választottam ezt az újfajt. Tehát úgy van, mint egy levél megírva, van címzetje. Vannak benne rejtett belső rímek, amit nem veszel így elsőre észre, de amikor, ahogy gördül a szöveg, akkor az kijön. Másik kedvencem a szonett az, ami úgy, amit jobban szeretek, de ugye ha választani kell, akkor mindig ez a szabad vers jön be nekem, hogy abba tudom inkább kifejezni magam. Ugye bármilyen befutott volna, egy író, egy szerző, egy díj, az mindig jól jön, egy díjnak lehet örülni. Hogyan fogadtad ezt az Emil díjat? Óriási nagy örömmel, annál is inkább, mert hogy iskolai tanárként dolgozom, és nyilvánvalóan a csodálatos szakmai elismerésen túl anyagilag is ez egy nagyszerű dolog, de külön jó volt az, hogy Méhes György díjat kapok, ugyanis annak idején még, amikor az Erdély Híradó kiadónál dolgoztam, és szkenneltük be Méhes Györgynek a munkáit, hogy majd újra kiadjuk őket. Akkoriban ezek a szkennerek nem működtek annyira jól, mint manapság, és úgy nézett ki, hogy írott szöveget szkenneltünk, és ilyen krikszkrakszok lettek belőlük, amit aztán Wordban át kellett dolgozni. De egy idő után rájöttünk arra, hogy sokkal egyszerűbb, hogyha begépeljük, mert hogy mit tudom én, főleg az ékezetes betűket különböző kódokká konvertálta a program, és azokat nagyon nehéz volt visszacsinálni, meg értelmes szavakat létrehozni belül, és akkor elkezdtük begépelni ezeket a könyveket, és ez valami elementáris hatással volt rám ez az egész dolog. Azóta is meggyőződésem, sőt egy könyvembe bele is írtam, hogy szerintem az olvasás sebességének az írás sebességével kéne egyenértékűnek lennie, mert hogyha az ember leír vagy begépel egy mondatot, amit olvas, sokkal intenzívebben hat rá az a mondat, és olyan szépségeket is felfedez a mondatszerkezetben, a stílusnak olyan rejtett értékeit is felfedezi, amin könnyedén és könyvszerrel átsíklik olvasás közben. És nekem ez az élményem Méhes György munkáihoz kapcsolódik, hogy én megtapasztalhattam azt, hogy milyen az írás sebességével olvasni, és az most egy ilyen nagyszerű visszacsatolás ehhez is. És hát akkor térjünk rá a díjnyertes műre, a Nem kell vala megvénülnöd 2.0-ra. Ez nagyon érdekes, ez a 2.0, hogy ezt miért kellett hozzáfűzni. Tehát akkor rögtön kezdjük a címnek a magyarázatával.
A címnek az eredet története az az, hogy tulajdonképpen ez a Lír királyban van, ez a Nem kell vala megvénülnöd. A bolond mondja a Lír királynak akkor, amikor elűzi a lányát, hogy nem kell vala megvénülnöd, mielőtt a fejed lágya benőtt, és Vörös Marti Mihály gyönyörű fordításában van ez a megfogalmazás. Utána még azt hiszem 4-en vagy 5-en is újra fordították, és mindenki Nem kellett volna megvénülnödnek fordította, aminek nincs is ilyen gyönyörű hangzása, mint ennek. De a címlelemény maga az nem az enyém, hanem egy Borbás Mária nevű műfordítóé, aki a Szépirodalmi Könyvkiadónál is dolgozott, szerkesztőként is, aki egy 20. század elejé angol szerzőnek, egy bizonyos John Wayne-nek, de nem a színész, hanem ez ilyen Wayne, John Wayne, szóval neki a Nuncle című könyvét lefordította magyarra. Ez a Nuncle, ez szintén a Lír királyban van, a bolond szólítja így a királyt, és ez azt jelenti, hogy bácsika a Nuncle, és nyilván gondolom Borbás Mária úgy okoskodott, hogy milyen hülyén hangzana az a cím egy könyv címként, hogy bácsika, és azért ő eszelte ki tulajdonképpen, hogy ha már a Lír királynál tartunk, akkor átveszek egy másik sort a Lír királyból, ami a könyv történetéhez tökéletesen illeszkedik, és akkor ő adta azt a címet, hogy Nem kell vala megvénülnöd ennek a magyarításnak, tehát a John Wayne könyvének a magyarra fordításának, és akkor, hogyha úgy számoljuk, hogy mondjuk Shakespeare írta a 0.0, a nulladik verziót, Borbás Mária az 1.0-át, akkor én a 2.0-át kénytelen voltam oda tenni, de van az a magyarázat is, hogy ugye ez valamennyire jellemzi ez a 2.0-ás korszak a mai világot, illetve azt is jelzi, hogy ez merre felé futhat majd ki, és hát a könyvben elég rossz irányba fut ki a mai fiatalok lelkesedése. Nos, hát elég hosszú magyarázat fűződik a címhez, és akkor beszéljünk egy kicsit magáról a műről. Három regényből tevődik össze a regény, és a harmadik, a legutolsó viseli a Nem kell vala megvénülnöd 2.0 címet, ami arról szól, ez így most elég bénán hangzik, hogy egy pár szóban megpróbálom elmondani, de hogy valamikor a 21. század derekatáján elkezdik először csak listázni, aztán összegyűjteni, elkülöníteni a társadalom többi részétől, végül pedig megsemmisíteni mindazokat, akik az ezredforduló előtt születtek. És van egy kis vita, hogy mi az ezredforduló, 2000. január 1 vagy 2001. január 1, és hiába próbálkoznak kétségbe esetten a 2000-ben születettek, mégis ott húzzák meg a határvonalat 2001-nél, tehát hogy őket is kivégzik. És a könyv főhőse a lányának a padlásán, ott egy kis szobácskában rejtőzik a kommandók elől, de aztán mindenféle dolgok történnek, azokat most már nem lőném le. Egy adott ponton még az is felmerül olvasási opcióként, hogy lehet, hogy ez csak képzeli ez az öreg úr, és ezzel nagyon sokat kínlódtam ezzel a harmadik résszel. Volt két korábbi verziója, ami nem sikerült, mert nagyon nehéz erről hitelesen beszélni, mert vagy modorossá válik az ember, vagy elrontja valami rossz ízű poénnal. Egyáltalán megtalálni azt a hangot, amin megszólalhat egy üldözött ember, ilyen körülmények között öregen a lánya, a kegyelem kenyerén tengődve ebben a lakásban, és akkor a harmadik verzióról úgy gondoltam, hogy az most már jó lesz. De mivel a témája azért elég sokkoló, mert jó sokan érintettek vagyunk abban, hogy az ezredforduló előtt születtünk. Én például most tanítom azt az első generációt egy iskolában, amelyik már utána született, tehát akik majd ezt elintézik velünk, ezt a kivégzés történetet. Mivel ennyire sokkolónak találtam a témát, arra gondoltam, hogy jó lenne valahogy oldani azt a feszültséget, amivel az olvasónak szembesülnie kell, és akkor így született még eléje két regény, a főhősnek az ifjú és a férfi kora. Ezek, hát én legalábbis viccesnek szántam őket, én nagyon jól szórakoztam írás közben, meg újraolvasás és korrektúrázás közben is, de aztán rájöttem, hogy az is a haszna ennek, hogy tényleg az olvasó akkor kap egy kis hát, hogy is mondjam, kap egy kis humort is, nem csak egy ilyen rettenetesen tragikus történetet. És ennek a kettőnek a dialektikájából még akár valami katarzisszerű élmény is kisülhet, ami ugye minden írónak a legfőbb célja.